Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, bizós július 27-én. A mai nap nem úgy alakul, ahogy mi tervezzük. A mai napon fél hold van, és az azt jelenti, hogy a nap és a hold egy kvadrát aspektust képez. Ez nehézségekre vagy belső feszültségekre utal. Amire oda kell figyelnünk, az a tűz eleme, mert ez hiányzik a mai napon. Ez a bátorságot, a lelkesedést és a vágyakat mutatja. Mi most úgy tudnánk túltenni magunkat ezeken a nehézségeken, vagy ezen a belső feszültségen, ha valamit teszünk, ami bennünket lelkesít. Azon kívül a mai napon van egy Merkur bolygó és egy Mars bolygó összeköttetés, ez is egy kvadrát aspekt. Itt kommunikációról van szó. Kell, hogy diplomatikusak legyünk. Ne sokat beszéljünk, de nem kell mindent elhallgatni. Maradjunk a középpontban. Ne túl keveset, ne túl sokat. Az is előfordulhat, hogy vártok egy hírre, és ez nem jön, és ezért van ez a nyugtalanság. Merkur bolygó kihat a szerződésekre is. A mai nap nem alkalmas arra, hogy egy szerződést aláírjunk, mert nincs előnyünk, tehát gondoljuk át a dolgokat. A mai nap Spica csillag hatása alatt áll. Spica csillag azt közli velünk, ha mi most valamit indítunk, az gyümölcsözni fog. De mivel félhold van, és Mars bolygó egy kvadrát aspektusban áll Merkur bolygóval, ez nem jó kezdet. Tehát várjunk még, és a következő napokban tudunk valami újat indítani. A mai nap nem előnyös ehhez. Ami a párkapcsolatot illeti, itt vannak bizonytalanságok. Ez abból adódik, hogy Jupiter bolygó egy quincunx aspektusban áll Vénusz bolygóval. Ezt úgy szoktam elmagyarázni. Van egy inga előttetek, és én megkérdezném, mondjátok meg, hogy melyik irányba fog ez az inga kimozdulni. Mit válaszoltok? Nem tudom, fogalmam sincs. Pontosan így érezzük most magunkat a párkapcsolat területén. Sokan felteszik a kérdés, hogyan tovább? A válasz, nem tudom, fogalmam sincs. Ez az érzés sokaknál nem is a jelent illeti, hanem a múltat, az emlékeket. Ez abból adódik, hogy egy visszatekintő Neptun bolygó összeköttetésben áll Vénusz bolygóval a mai napon, és szintén egy kvadrát aspektust képez. Ezek a feszültségek, a csalódások is, erről mesél Neptun bolygó. De Neptun bolygó visszatekintő, tehát a múlttal áll ez összeköttetésben. Félelmek vannak, újra csalódottnak lenni. Ezek most az érzelmek, ami kihat a mai napra. Sokaknál jönnek az emlékek, a bizonytalanságok és a kérdés, hogyan tovább. A válasz jelen pillanatban nem tudjuk, fogalmunk sincs. De ezt nem kell a mai napon megválaszolni, hanem tegyetek valamit, ami lelkesít benneteket, és a következő napokban megjön rá a válasz. És
Ez volt ez a felvételem Mizus július 27-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!